Müller Cecília közleményében leírta, hogy az elmúlt héten csaknem 162 ezeren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel. Közülük 19 ezer embernél a klinikai tünetek alapján influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. A számok azt mutatják, hogy az akut légúti megbetegedések 20%-kal, az influenza-szerű megbetegedések pedig 50%-kal emelkedtek az utóbbi időszakban, ami azt jelenti, hogy elkezdődött az influenza járványos terjedése. Hívta fel a figyelmet. Müller Cecília közleményében kiemelte, hogy szinte járványos szintet ért el az RSV okozta alapvetően egy enyhe, náthához, meghűléshez hasonló megbetegedés. A Sentinel orvosok által beküldött 83 minta közül 19 eseten az influenza valamelyik típusát, 20 betegnél az RSV és 9 betegnél koronavírus fertőzést igazoltak. Az adatok azt mutatják, írta Müller Cecília, hogy az influenza pozitivitási aránya 10%-ról 23%-ra nőtt az elmúlt héten, az azt megelőző két hét adatához képest, míg az RSV pozitivitási aránya 24,1% volt. Ugyanakkor csökkent a koronavírus pozitív minták száma 17,5%-ról 10,8%-ra. Müller Cecília kiemelte, a kórházban ápolt 367 beteg, 45,5%-a két éves vagy annál fiatalabb, 41,7%-a pedig 60 évnél idősebb volt. A kórházba kerültek közül 105 betegnél az RSV-t, 100-nál koronavírust, míg 17 betegnél influenzát igazoltak. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy még most is érdemes kérni az influenza elleni védőoltást, mert van még idő a védettség kialakulásához. Hozzátette, egy kibontakozó járvány alatt sem indokolatlan az oltás felvétele, azzal enyhébb tünetekkel átvészelhető a fertőzés. Az oltást leginkább a legsérülékenyebb csoportok, így az idősek, krónikus betegek, az egészségügyi és szociális intézményben, valamint az állattartó telepen dolgozóknak ajánlják. Müller Cecília kitért az RSV okozta megbetegedésre. Jellemzően két éves korukra a gyerekek átesnek a fertőzésen, azonban ez nem nyújt tartós védettséget. Az RSV fertőzésnek leginkább kitettek a két évesnél fiatalabb csecsemők és a koraszülöttek. A vírus náluk súlyos tüdőgyulladással járhat. Magyarországon RSV elleni védőoltást a 6 hónapnál kisebb koraszülöttek és az olyan két évesnél fiatalabb gyerekek kaphatnak, akik valamilyen szív- és tüdőfejlődési rendellenességben szenvednek, ismertette Müller Cecília. A szakember általánosságban azt ajánlja, hogy ezekben a hetekben az egy évesnél fiatalabb csecsemőket ne vigyék közösségbe, plázákba, zárt közösségi terekbe, és lehetőleg kerüljék velük a tömegközlekedést. Müller Cecília felhívta továbbá a figyelmet az egyéni higiéné fontosságára, a kézfertőtlenítésre, a gyakori kézmosásra és a lakás gyakori átszellőztetésére.